Aki valódi demokratának tartja magát, az elmegy szavazni vasárnap, mondta az autonómiaügyi miniszterelnöki megbízott. Szili Katalin hangsúlyozta, még ha Magyarország el is fogadná a betelepítési kvótát, az a legnagyobb probléma vele, hogy nem jelent megoldást a migrációs válságra. A politikus hozzátette, október 2-án mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül véleményt nyilvánítson egy fontos kérdésben. Szili Katalin kitért arra is, hogy nem pártpolitikai kérdésként tekint a referendumra. A napi aktuális vendége pedig Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek is! Bejelentette, hogy nem fog szavazni. Nagyon sokan ezt azért furcsálják, mert a baloldal teljesen mást kommunikál a kvóta referendummal kapcsolatban. Hát én valóban egy baloldali politikusnak tartom magam, de szerintem, hogyha valaki baloldali és demokrata, akkor, és ha megengedi, akkor inkább először azzal a kérdéssel foglalkoznék, hogy népszavazáson részt kell-e venni. Én úgy hiszem, hogy a demokratikus hatalomgyakorlásnak ez egy olyan közvetlen módja, ahol az állampolgároknak lehetőségük van, vagy a választópolgároknak közvetlenül az urnához járulva egy kérdésről véleményt alkotni, akkor én úgy gondolom, hogy erre egy demokrata nem mondhatja azt, hogy nem megy el, hanem igenis arra buzdítja a választópolgárokat, hogy minél többen vegyenek részt. Ez egy másik kérdés, és akkor itt áttérnék a következőre, hogy egyáltalán ki hogy szavaz. Nyilván az egy tartalmi kérdés, és én egy interjú keretében árultam el, hogy hogy fogok szavazni. Ennek több oka van. Túl azon, ami részben ennek a politikai megítélését jelenti. Szerintem mindig is az a politikus voltam, aki a gyűlölet struktúrát szerettem volna meghaladni, szerettem volna, hogyha néhány olyan ügyünk van, ami közös ügy, amit nem pártpolitikai szemüvegből nézünk. De most nagyon ezt lehet látni egyébként. Igen, ezt lehet sajnos látni. Picit nekem ilyen déjà vu érzéseim vannak 2004-jel kapcsolatban, amikor volt a kettős állampolgárságról a népszavazás, amikor szintén ilyen végletekig megosztottá vált éppen a politika miatt a társadalom. Én azt hiszem, hogy meg kellene ezt haladnunk, és azt kellene tekintenünk, hogy mi az, ami megoldást jelent, mi az, ami távlatosan az utánunk következő generációknak a legtöbbet adhat és számíthat. És nyilván feltettem én is magamnak azt a kérdést egyrészről, hogy hát azzal, hogy Európa néhány tízezer menekültnek most éppen hajlékot ad, ráadásul egy más kultúrából származónak, akkor ezzel megoldást találunk erre a problémára, mert szerintem ettől nem fog megoldódni ez a probléma. Legfeljebb még mélyebbé fog válni Európa számára is, hiszen itt értékeket és érdekeket kell tekinteni. Nyilván ebben Európa és hazánk értékeit és érdekeit, és ugyanúgy az övükét is, akik egyébként itt kívánnak otthon találni. Én ezt mind mérlegre kell, hogy tegyem akkor, amikor urnához járulok, és pontosan ezek a kérdések, amik szociális, kulturális kérdések, saját európai kultúránk, tradícióink, hagyományaink megőrzését jelenti, és én ezért mondtam azt, hogy nemmel fogok szavazni, de azért mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy ha ilyenre lehetősége van, akkor ilyen a közvetlen demokrácia adta lehetőséggel is menjen el. Ezt a baloldal, illetve az MSZP nevezetesen kicsit másképp interpretálja, ugyanis ők azt mondják, hogy aki nem megy el szavazni, az van velük. Na most ez kicsit olyan réteget próbálnak magukénak tudni, talán, hogyha lehet ezt így mondani, aki nem biztos, hogy rájuk voksolna, és amikor ők azt mondják egyébként, hogy a Fidesz egy előkészített választást szeretne megvalósítani, nem lehet, hogy ők is ezt erre próbálják felhasználni? Én azt gondolom, hogy itt, mondom, hangsúlyozom még egyszer, hogy hasonlóan, ami a 2004-es választás volt, ahol volt egy mindenki által tudottan nemzeti érdek, azt próbálta meg mindenki a saját politikai érdekei szerint meglovagolni. Én úgy hiszem, hogy ebben a mostani helyzetben az egy nem pártpolitikai kérdés, az egyszerűen a társadalom realitásait és jövőjét
tekintve kell vizsgálni, hogy hát azért mégis a közös jövőnkről, Európa közös jövőjéről van szó, és azért látva a globalizációs kihívásokat, én úgy hiszem, hogy ez sokkal mélyebben kell a politikai elitnek is Európába tekintenie, és kevésbé elszakadva a Európa társadalmaitól megítélni. És hát azért van ennek még egy üzenete. Önmagában én azt gondolom, hogy a népszavazás az a szuverenitásunk próbája is. Tehát azzal, hogy mi Európához csatlakoztunk, és Európa közösségének a részévé váltunk, én úgy hiszem, hogy nem jelentette azt, hogy a szuverenitásunkat teljes egészébe feladjuk. Így én hiszek abban, hogy a nemzetek Európája és az általuk kialakított közös kompromisszumokon alapuló akarat lehet az, ami Európa számára is ebben a globális világban a jövőt jelentheti. Ha megenged, annyit szerkesztő asszony, egyébként ugyanezt a kérdést volt, akik az elmúlt napokban feltették nekem, hogy tudják, hogy egy baloldali politikus vagyok, és akkor hogy lehet, hogy én mégis elmegyek, és nemmel fogok szavazni. Én azt gondolom, hogy ebből is érzékelhető. Itt nem én távolodtam el egyébként azoktól az eszméktől, ami a baloldaliságot jelenti, hanem pontosan azok, akik éppen a demokratikus hatalomgyakorlás eszközeit, Európa lehetőségeit tekintve ma távolmaradásra szólítják fel a választókat. Érdekes, amit mond, mert Móricz Eszter példáját, hogyha megnézzük, ő is lenyilatkozta a saját véleményét, és fegyelmit kapott, illetve ő maga kezdeményezte a párttagságának a felfüggesztését. Ott azért lehetett látni azt, hogy a kérdésben nem, hogy nem egyet nem értés nincsen, elég nagy belharcokat jelentett, legalábbis kívülről ezt láttuk. Nézze, szerkeszt az, hogy többször megéltük már azért a rendszerváltás óta, amióta egy demokratikus országban élünk, hogy éppen a pártpolitikai hovatartozás és ez a mély gyűlölet struktúra késztette arra a társadalmat, hogy megtörje a nemzet gerincét. Én úgy hiszem, hogy ez távlatosan hibás politika. Nem gondolom, hogy mindig mindent abból a szemszögből és csak azon a górcsön keresztül szabad tekinteni, hogy ki a jobboldali, ki a baloldali, ki melyik politik, mert ez nem is jobboldaliság, baloldaliság kérdése ma már, nem a 20. századi megosztásokon alapuló pártstruktúra kérdése, hanem egyszerűen az, hogy ki az, aki ma kormányzópárti, ki az, aki ellenzéki. Ebből a szempontból próbálja meg mindenki megítélni. Én ezt hibásnak tartom. Azért is tartom hibásnak, mert azokat, akiket ma jó néhányan arra késztetnek, hogy maradjanak távol az urnáktól, azok a 18-ban arra fogják kérni, hogy menjenek el választani. És nagyon jól tudjuk azt, hogy nem csak Magyarországon, Európában, a világban van egyfajta averzió a politikával szemben, egy ellenérzés, ami hát a részvételt is csökkenti, az elmúlt időszakok választási részvételei is ezt bizonyítják. Én ilyenkor egy tévedésnek tartom azt, hogy arra kérjék a választókat, hogy a lábukkal szavazzanak. Van egy fiatal kolléganőm, pont azt kérdezte tőlem a napokban, hogy hogy lehet az, hogy valakik azt arra buzdítanak, és demokraták, és az ember nem is vonja kétségbe, de hogy mégis arra buzdítanak, hogy maradjanak távol a polgárok. Én azt hiszem, hogy lehet igennel, nemmel véleményt alkotni, de az egy tévedés, hogy azt mondjuk, hogy maradjanak odahaza. Nyilván még az eredményt nem tudjuk, hiszen vasárnap döntenek majd az emberek. Ettől függetlenül, hogyha érvényes és eredményes lesz a népszavazás, és mondjuk a nemek lesznek többségben, mit gondol, mi lenne a leggyorsabb és legmegfelelőbb válasz majd? Én egyrészt azt tartanám a legfontosabbnak, hogy ezt vegye Brüsszel is tudomásul, hogy nem az a megoldás, hogyha hogy mondjam, a társadalmaktól elrugaszkodott eszközöket használnak arra, hogy ráoktrojáljanak feladatokat az egyes országokra, hanem, ahogy említettem, egy részről ott, ahol ezek az okok jelentkeznek, hiszen önmagában a migráció csak egy okozat,
az okokkal kezdünk el foglalkozni, abban kezdünk megoldást találni, és nyilvánvaló, hogy ezt nem hagyhatják szerintem figyelmen kívül. És hát ha valaki jól megnézte a kérdést, az ugye úgy hangzott, hogy akarja-e bárki, hogy Brüsszel anélkül alakítson ki kvótát Magyarország számára, hogy ezt a parlament jóvá hagyhatta volna. Tehát ettől függetlenül még több szűrő marad azért. Viszont ebbe azt látni, ami az Európától történő eltávolodásunkat jelenti, az már szerintem egy túlon-túl pártpolitikai közelítés. Sokan egyébként szeretnék tudni a forgatókönyveket, hogy másnap hétfőn az országgyűlés akár milyen válaszokat tud megfogalmazni azonnal. Hát én azt gondolom, hogy az első biztos az lesz, hogy mindenki megpróbálja a saját képére formálni a történetet, ez általában így szokott lenni. Én azt tartom sajnálatosnak, és bízom abban, hogy érvényes lesz és eredményes. Azt tartanám sajnálatosnak, hogyha ennek a következtében még nagyobb gyűlölet alakulna ki Magyarországon. Ezt meg kellene már haladnunk. Kell, hogy legyen minden egyes közösségnek néhány olyan alapvető kérdés az asztalán, amiben tud egyetérteni, amiért együtt tud küzdeni. Ezt nem tudjuk megtenni, akkor nagyon nehéz jövő elé nézünk. Szili Katalin, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, napi aktuálissal holnap este is várjuk majd Önöket. Utánunk most a híradó következik a nap legfontosabb eseményeivel. Töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!